A fiatalok saját koncepció alapján készíthetnek filmet, vagy csatlakozhatnak egy már alkotó csoporthoz. Délelőtt filmforgatás, este pedig elemzések sora jellemzi a tábor időbeosztását. Esténként vannak prezentációk, ahol filmeket elemzünk, és hasonlók, és csak úgy szimplán az alapokat, akik még nem tudják, azokat ilyen gyors talpalóként átadják, és valamennyi gyakorlatot is tudnak szerezni a kisebb gyerekek, akik ide jönnek. Sok résztvevő már évek óta visszajár a táborba. Kadvány Kiti, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója másodszor jött. Hát én két filmen dolgozok párhuzamosan. Egyik az én operatőrömnek az írása szerint rendezem, a másik pedig az én forgatókönyvem alapján történik, és a betegségek, tehát hogy a szellemi bipoláris zavarról szól az én forgatókönyvem, a másik forgatókönyv pedig, amit feldolgoztunk, az pedig, hogy hogyan hajszolja bele önmagát az öngyilkosságba. A táborban a diákok belekóstolhatnak az írásba, dramaturgiába és a vágásba. Felvehetik a rendező, operatőr, vágó vagy asszisztens szerepét. A filmműhely egész évben látogatható, hiszen az iskolában szakkörként választható. Viszont a tábor azért fontos, mert itt gondtalanul csak a filmgyártásra tudnak fókuszálni a résztvevők. Jelentette ki a filmműhely vezetője, Megyeri Gábor. Ennek a tábornak már a lényege az, hogy amit ugye évközben elméletileg megtanultak, vagy kidolgoztak különböző filmötleteket, hát azoknak a filmeknek a forgatása folyik most, és erre a táborra már ugye visszatérnek azok a bólyaisok is, akik már nem bólyaisok, de valamikor itt tanultak, tagjai voltak a filmműhelynek, és most ilyenkor ők is visszajönnek alkotni, mentorkodni a többiek közé. A tábor után a felvett anyagok gyors áttekintése és vágása következik. A kész kisfilmeket végül fesztiválokra küldik.